Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Hearthstone videóban. Ugye vele tipikusan ezt mindig meg szoktam csinálni, hogyha új kiegészítő jön, akkor beszélek róla, mennyire fogja változtatni a dolgokat és hasonlók. Remélem, hogy minden érthető lesz. Nem nagyon néztem a lapokat, mert az az igazság, hogy kevesebbet játszok vele. Inkább most megint a Gwent pörög, mint ahogy az előző videókban láttátok. De érdekesnek tűnik az, amit így be akarnak hozni. Hála Istennek kicsit elővették az ilyen dual class, vagy három kasztos mechanikát. Az új kiegészítőn pedig a Solomon's Academy. Ugyebár, mint mondtam, a kiegészítőnek az egyik fontos dolga a dual classos lapok, amiből 40 lesz. A spellburst lapok, ugyebár egy lényt kijátszol, és mondjuk kijátszunk egy fegyvert, vagy egy varázslapot, akkor a spellburst effekt aktiválódik, ami minden lénynél más és más, illetve a studies lapok, tehát az ilyen tudományok, amik olyan spell lapok, amikkel felfedezhetünk egy lapot, és lecsökkentjük a mana költségét egy másik akármilyen lapnak, amit következőnek ki akarunk játszani. De először végigvesszük a dual class lapokat, aztán így fogjuk majd folytatni. Utána megjönnek majd a kasztok, és akkor a semleges lapok, ha jól sejtem. A végén pedig az ilyen token lapok lesznek. Tehát az első dual classunk a Demon Hunter és Hunter. 3 mana, 2-4-es legendás lap, Ace Hunter Green. Your other characters are immune while attacking. Tehát minden egyes lényünk, vagy karakterünk immun is lesz, amíg ő támad. Ha jól tudom, akkor lesznek olyan lapok, mint például ez a fegyver is, ami mellette van. Hogyha mi támadunk, akkor a lények is megtámadják azt a lényt. A 2-4-essel igazából így nem lenne rossz, csak egy True Silver Champion az hamar elintézi. És ráadásul 3 mana, tehát a következőben kijön a True Silver Champion, és így mindegy. 1 mana, 1-4-es, True Aim Crescent. Miután támad a hősünk egy lényt, a többi lényünk is rátámad arra. Hát na, amit így igazából mondtam. 1 mana, Demon Companion, summon a random Demon Companion. Ezek a Demon Companionnek szerintem ilyen token lapok lesznek, majd a végén megnézzük, hogy ez mit akar. És 5 mana, 1-1-es Blood Herald, ahányszor egy barátságos lényünk elpusztul, és ez a kezünkbe van, +1/+1-et kap az értékeihez. Mondjuk ez nem tűnik annyira rossznak. Tehát igazából akár lehetne egy ilyen befejező lap is, amely kiderül. A következő az a Hunter Druida, Dual Class, Sando Witch White Claw, Witch Claw. Miért Witch Claw-t akartam mondani? 3 mana, 3-3-as. Válasszunk ki egyet. Minden bestiánknak a paklikba +1/+1-et adunk. Vagy átváltoztatjuk egy barátságos bestia lényé. Végül is, ez is elég jónak tűnik. De gondolom, akkor nem változik. Habár nem azt mondja, hogy megmarad 3-3-asnak, hanem csak átváltozik azzá a lényé. Mondjuk az úgy nem rossz. Az úgy tényleg nem rossz. 7 mana, Epic Lap, Guardian Animals. Megidéz 2 bestiát, ami
5 mana költségbe kerül, vagy kevesebbe, és rást ad nekik, tehát egyből tudnak támadni. És erre mondjuk jó célpont a következő, ez a Teacher's Path, ami 5 mana 4-5-ös, taunt, Death Rattle képessége pedig, hogyha esetleg elpusztulna, mert hogy mondjuk egyből ráküldjük egy olyan lényre, 4-es támadó erővel mondjuk elég sok mindent el tud intézni, 5-össel azért már a következő körbe fészen meghal, de megidéz egy 3-as mana költségű bestiát. Egy manáért Durable Infestation. Egy lényünknek ad plusz egyet, és megidéz egy 1-1-es, hát ilyen kutyát, vagy cub, majd kiderül, hogy ez mit akar, és ad egy másikat a kezünkbe. Oké. Druida és Sámán. 3 mana, 1-4-es, Speaker Gidra, ugyebár Rush, Wind Fury és Spellburst képességgel rendelkezik, Spellburst képessége pedig annyi támadóerő és életerőt kap pluszba, amennyi költségű lapot kijátszunk következőnek. Úgy már elég erős tud lenni. Ha most 8. körbe kijátszanánk ezt, és mondjuk nem vagyunk túltöltve, ha sámánnál használjuk, akkor 5 manáért, vagy akár egy, mondjuk itt 10-esért. Még benne van azt hiszem a stormos lapja a sámánnak, azt hiszem az nem kerül ki rotálásra. Az mondjuk elég jó, egy 11-14-es. Swing Fury, teljesen jó. Runic Carving. 6 mana epic lap. Választunk egyet közül, hogy megidézünk 4 darab 2-2-es Treant totemet, vagy overloadolunk, és akkor megidézzük ezt a 4-et, viszont egyből tudnak támadni. Kíváncsi leszek egyébként ezekre a token lapokra. 4 mana 4-5-ös Groundskeeper. Taunt lapról van szó. Betökrej, hogyha van egy 5-ös költségű mana lapunk, akkor 5 életerőt gyógyít rajtunk. Nice. Ez mondjuk elég jó. És 0 mana Lightning Bloom. Kapunk 2 mana kristályt erre a körre. Viszont overloadol 2-vel, tehát lerokkolja a mana kristályunkat. Hát... Szó. De érdekes kombókat lehetne akár ezzel összehozni. Ugye akár druidálnál se lehet rossz. Na, a következő az a sámán és mágus. 5 mana, 3-6-os, Raz, Frost, Whisper. A körünk végén egyet sebez minden ellenséges egységbe, viszont ha van spell damage, mondjuk totem, vagy bármilyen lény, ami spell damage-el rendelkezik, akkor ezt a sebzést meg tudjuk vele növelni. Hát 6 életerővel azért úgy elég jónak tűnik ez a lap. Ez elég használhatónak tűnik. És nagy eséllyel vagy totemünk lesz, vagy pedig lesz olyan lap, amit így tudunk majd játszani. Devolving Missiles. Hát kellett egy ilyen lap is, ugyebár a kettőnek az ötvözete. 3 hát ilyen varázslövedéket kilő, és az ellenségnek az egységeivel ellenség egységei egy mana költséggel csökkenti. Hát ha kétszer kapja el mondjuk az egyik lényt, akkor gondolom 2-vel csökkenti. Ez meg kiderül, de egy manáért ez elég jó. 2 mana, 0-3-as, Trick Totem. At the end of your turn, cast a random spell that cost 3 or less. Na. Ez viszonylag egy erős totem. 3 mana, vagy 2 mana, 0-3-as, és a körünk végén egy 3-as mana költségű lapot tud
elhasználni. Ja, ez elég jó. Egy mana, Primordial Studies. Felfedez nekünk egy sebző, egy lényt sebző, mi? Spell Damage minion. Ja, hogy egy Spell Damage-el rendelkező lényt, és annak a költsége egyel kisebb lesz. Aha. Tehát ez nem spellt fog nekünk felfedezni, hanem egy olyan lényt, ami Spell Damage-el rendelkezik. 5 mana, 2-1-es. Gentice Barrow. Megidéz 2 darab 5 mana költségű lényt. Titokba kiválaszt egyet, amelyik, hogyha sebzés éri, meghal. Hát, mondjuk 5 mana költségű az jó, de egyébként így megkérdőjelezhető ez a dolog. Néha, igazából fán. 4 mana, Potion of Illusion, ugyebár Epic Lap, megidéz egy, vagy ad egy 1-1-es másolatot az egyik lényről, ami a kezünkben van, és 1-es mana költségű lesz. Hát mondjuk egy nagy lénynél, hogyha ezt mondjuk így rá elhasználjuk, akkor az úgy elég jó, még ha egy életerővel is játsszuk ki. Egy van a rare lap, Brain Freeze, megsebez egy, vagy lefagyaszt egy ellenséges egységet, és hogyha kombóba játsszuk ki, akkor még 3-at rásebez. Nice. Egy mana, egy 2-es lény, One Thief, kombóba, hogyha kijátszuk, tehát előtte kijátszottunk egy lapot, akkor felfiltrez egy mágus lapot, varázslapot. A következő az a rugó és a warrior. Dr. Krasztinov. Ugye már legendás lap, 5 mana, 4-4-es rush. Ahányszor ez az egység támad, a fegyverünkre +1/+1-et ad. Ez úgy elég jól tűnik. 4 mana, 4-4-es. Steel Dancer. Battlecry, summon a random minion with cost equal to your weapon's attack. Mondjuk egy Gorhau-val az elég jó, hogyha így kombináljuk. Ez a 2 plusz a Gorhau, az mondjuk szép, szép. Korais. 3 mana. Megölünk egy jelenséges egységet, ami sebezve van. Kombó. Megidézünk bár, vagy megölünk bármilyen lényt. Aha. Az egy szendvics? Most nézem. Erre közé, csak erre. Aha, az egy szendvics, ami a késő. Szép. Na, mindegy. 5 mana, cutting lesz. Húzunk 2 lapot, és annyival olcsóbbak lesznek, amennyi támadó erővel rendelkezik a fegyverünk. Nice. Elnézés. Azt mondja, Warrior és Paladin, Lord Barov, 3 mana, 3-2-es, minden egységnek a az életerejét 1-esre redukálja, és hogyha meghal, akkor minden egységbe belesebez 1-et. Oké. 3 mana, 2-2-es epic fegyver, Ceremonial Maul. Ez spellburst-ös, és megidéz egy tanítványt taunttal, amennyi mana költségű lapot kijátszottunk utána. Szép. 7-es. Commencement.
summon a minion from your deck and give it taunt and divine shield. Tehát megidéz egy lényt a pakningból, divine shieldet és tauntot ad neki. Oké. Okay. És egy mana, shield of honor, egy barátságos egységünknek adunk 3-as támadóerőt és divine shieldet. Amúgy egész jók ezek a lapok, csak ugye bemutató alapján annyira gagyinak tűnt az egész. Tehát nem tudom, hogy ki mit szed egyébként a Blizzardnál, de azért így, na, csak óvatosan. 4 mana, 3-6-os, High Embass Lura. Spellburst, ugye már legendás lap, és megidéz egy spellt a paklinból, ha lehetséges, akkor ezt a lényt válassza ki. Érdekes. 6 mana, 4-5-ös, Devote Pupil. Ugyebár Divine Shield, Taunt és minden egyes spell, amit mondjuk egy barátságos lényünkre használtunk, vagy akár magunkra, egyel csökken a költsége. Tehát a végén akár így ingyenesen is ki tudjuk játszani. 3 mana, rare lap, Gift of Lunamence. Divine Shieldet ad egy lényünknek, és egy másolatot készít róla, egy-egyes másolatot. Tyrionra az teljesen jó. És egy mana, Wave of Empathy, minden ellenséges egységnek a támadó erejét egyre lecsökkenti a következő körig. Uh-huh. Priest és Warlock. Disciplinarian Gundling. Lehet, hogy rosszul olvastam. 4 mana, 3-6-os. Miután kijátszottunk egy lényt, elpusztítja, és megidéz egy 4-4-es bukott diákot. Oké. Okay. 8 mana, 8-8-as. Flash Giant. Mindig csökken a mana költsége, ahányszor az életerőnk valamilyen szinten csökkent az adott körbe. Az mondjuk megoldható. Főleg egy warlocknál, mert az ugyebár 26 lapot, kijátszhat egy olyan lapot, ami minket sebez, és már is le tudjuk ezt csökkenteni. Illetve itt van a másik, ez a Brittle Bone Destroyer, 4 mana, 3-3-as. Ha megváltozott a hősünknek az élettereje, akkor elpusztít egy lényt. És ugyanebben a Rays of Death, 0 manáért, 3-at sebez a hősünkbe. És visszahoz 2 barátságos egységet, amely meghalt ebbe a játékba. Az igen. Warlock és Demon Hunter. Hát igen, mondjuk ez várható volt, hogy ez is ilyen dual class lesz. Cool Soulcologist Malicia. 7 mana, 5-5-ös. Battle Cry for each soul fragment in your deck. Summon a 3-3 soul with rush. Tehát ilyen lélek daraboknak kell lennie a paklingba, és akkor annyit idéz meg, amennyi van a paklingba ilyen lelkekből, 3-3-as lelkekből. Philosophy. 1 mana. Copy the lowest demon in your hand. És hogyha outcast, tehát valamelyik oldalon van, akkor még fel is erősíti +1/+1-gel. 2 mana, soul share, 3-at sebez egy lénybe,
és kettő soul fragmentet bekever a paklimba. Spirit Jailer egy man, egy hármas és kettő soul fragmentet bekever a paklimba. Nice. És akkor jöjjenek a kifejezetten klassz specifikus lapok. Tehát kezdjük a Demon Hunterrel. 4 mana 4-3-as, Star Student Stellina, Outcast lap, megnézzük a felső 3 lapot, a ellenfélnek a kezéből, és egyet visszakeverünk a pakliba. Végül is attól függ, hogy milyen lapok vannak, persze. 9 mana, 10-10-es Daemon, Ancient Void Hound. Minden körünk végén elvesz egy életet és életerőt az ellenséges lényektől. Ez akkor attól hamar meg kell szabadulni. Mondjuk 10-esként jelenik meg, és folyamatosan erősíti magát. A Big Game Hunter igazából el tudja intézni hamar. És ugye már ez egy epic lap. Rare lap, Cycle of Hatred. 3-at sebez minden lénybe, és megidéz egy 3-3-as lelket, ahány lény meghalt. Az mondjuk elég jó. Tehát, hogyha mindenki meghal, akkor is maximum 7 ilyen lélek lehet a csatamezőn, tehát igazából így mindegy. De na. 4 mana, rare lap, glide. Shuffle your hand into your deck and draw 4 cards. Tehát, ami a kezünkben vannak lapok, azokat vissza tudjuk keverni a paklinkba, és húzunk 4-et. Viszont ha outcast, tehát valamelyik szélén van a kezünkben, akkor az ellenfélnek a kezét is így meg tudjuk bonyolítani. Na, ez mondjuk tetszik. Ez mondjuk tetszik. 3 mana, 2-3-as. Mage Hunter Rush. Whenever this attacks a minion, silence it. Ahányszor ez a lény támad, silence-eli azt a lényt, amit meg akar támadni. Az mondjuk erős. Jó, mondjuk statok szempontjából annyira nem, kivéve ha mondjuk immunissá tudjuk tenni, vagy hasonló arra a körre, és akkor úgy silence-eljük. De ja. Shattered Mystic. Destroy a soul fragment into your deck and deal 3 damage to all other minions. 3 mana, 3-2-es. Elpusztít minden soul fragmentet a paklimba, és 3-at sebez minden más egységbe. Nice. 4 mana, 4-2-es, Marov Slicer, 2 soul fragmentet belekever a paklimba. Végül is ez úgy jó kombó. Soul Shard, Lapidary. Destroy a soul fragment into your deck. Give your hero plus 5 attack to this turn. Tehát így inkább ilyen soul fragmentes paklikba gondolkoztak. Ami azért így elég érdekes. Fel Guardians. 7 mana. Megidéz 3 darab 1-2-es démon Tamuntal. És minden egyes meghalt barátságos lény után csökken a mana költsége.
akárhol is van, tehát vagy a kezünkbe, vagy a paklimba. Double jump. Draw an outcast card from your deck. Nice. Vilefriend. Trainer. 4 mana, 5-4-es. Summon 2-1-1 demons. És ez, tehát 1-1-es démonokat idéz meg 2-t, és valamelyik szélső oldalon kell lennie. Oké. Okay. Druida. Legendás lap. 6 mana, 5-4-es. Ha valamilyen varázslapot kijátszunk, akkor újra lehet használni ezt a manát, amivel rendelkezünk. Az jó. Survival of the fittest. Minden egységünknek 4-4-et ad a kezünkbe, a paklingba és a csatamezőn. Az igen. Az mondjuk erős. Jó, mondjuk 10 mana, tehát azért így kell előtte valami, amivel lecsökkentjük, de nice. 5 mana, 5-4-es, Twilight Runner, stealth-es, és ahányszor ez a lény támad, 2 lapot húzunk. Oké. Okay. Az is teljesen jó. 1 mana, Panther Assignment. Ad nekünk egy 2-es, illetve egy 3-as mana költségű bestiát a kezünkbe. Egy manáját, az is jó. Egy mana, 1-1-es. Gibblering. Spellburst. Summon a Gibblering. Nem. Ez viszont annyira nem. És discover a spell, next one is costless one. Tehát a nature studies. Az mondjuk jó. 3 mana, 3-4-es. Professor Slate. Minden varázslapunk mérgező lesz. Nice. 4 mana, 3-5-ös, Destroyer, Random Enemy Minion, Corlux, Bug Stripper. Teljesen jó. 3 mana, 1-2-es, Bloated Python. És ha ez a lény elpusztul, akkor egy 4-4-es Helpless Handlert idéz meg. Teljesen jó. 1 mana, Overwhelm, Dare Damage, 2 Damage to Minion, that one more damage for each beast you control. Tehát 2 sebb az alapból, de hogyha vannak mondjuk más bestiák a csatamezőn, akkor még rásebez pluszba. Egy mana, Carrion Studies. Felfedezhetünk egy Deathrattle képességgel rendelkező lényt, ami egy mana költséggel olcsóbb lesz. Oké. Okay. És egy mana, 1-1-es bestia. Volpindger. Ami megidéz egy másolatot, az olyan, mint az eléket volt a Mainstreets of Gadget szembe. Mágus lap. Mosaic Master Dualist. 5 mana, 3-8-as. Miután egy varázslapot kijátszottunk, plusz egy spell damage-t ad. Hasonló lap volt egyébként a tornamentben. Most nem tudom, hogy ez stackelődik később. De ha így van, akkor ez viszont elég hasznos lap lesz. 3 mana, Composition. Mi?
Combustion. D1 sebez egy egységbe. Hogyha mondjuk csak egy sebzést kellett belerakni, akkor a három sebzést azt még szétossza a mellette lévő lényekre is. De hát alapból úgyis csak egy ilyen eltávolító lap lesz. 5 mana, 3-6-os Worm Weaver. Spellburst, Summon 2-1-3 mana Worm. Na mondjuk az durca. Az durca. Főleg ha még így utána lesznek spellek, akkor ez úgy eléggé erős tud lenni. Mana Wormekkel nagyon idegesítőek voltak régen. Charm Session. Húzunk egy lapot, és Improved Spell Damage. Tehát, hogyha felhúzunk egy lapot, és mondjuk spell, akkor még a sebzését is meg tudjuk ezzel növelni. Nice. Lab Partner. 1 mana, 1-3-as. Spell Damage-el rendelkező lény. És Firebend. 3 mana, 3-4-es. Spell Burst. Ha kijátszunk egy varázslapot, akkor 4 sebzést oszt ki az ellenséges egységekre. Hát igen. Régen volt egy ilyen, de az minden spell után egyet sebzett. 2 volt, akkor még idegesítőbb volt. De nézzük a paladint. 8 mana, 3-12-es. Wow. Trullion. The Tunert. Oké. Okay. Rush. Ahányszor ez a lényük támad egy elsőre, 3-ra csökkenti az életerejét annak a lénynek, amit megtámad, a támadó erejét, illetve az életerejét. Az kemény. Az kemény. 2 mana, 1-1-es, Argent Braggart, vagy Argent Braggart, igen. Battlecry, gain attack and health each highest. Micsoda? Kap támadást és életerőt minden egyes highest in the battlefield. Hát ez most így hirtelen fogalmam sincs, hogy ez hogy van. Tehát annak az életerejét, meg támadó erejét kapja meg, akinek aki a legtöbben rendelkezik. Az mondjuk érdekes lenne. De mindegy. 3 mana, 4-2-es. Goody Two Shields. Divine Spell, Spell Burst. Megint Divine Shield-et kap. Oké. Okay. Blessing of Authority. Egy lényünkre plusz barak 8-8 értéket, de viszont abba a körben nem támadhat hősre. Hát jó, de hogyha túléli, akkor a következőben meg simán. És 6 mana, 4-9-es Judicius Junior és Lifesteal-es. Nice. Az mondjuk elég jó, hogy van egy ilyen Lifesteal lapja is. 0 mana, First Day of the School. 1-es mana költségű lapokat ad a kezedbe. 2 darab 1-es költségű mana lapokat. Vagy lény lapokat, na. Oké. Okay. 2 mana, 1-3-as, mind render Illusia. Megcseréli a kezedet az ellenfélnek a kezével. Tehát így kicseréli a két játékosnak a lapjait, amikkel rendelkeznek alapból. Cabal Acolyte, 4 mana, 2-6-os, Taunt. És Spellburst-tel pedig el tudunk venni egy 2-es, van annál kisebb támadó erővel rendelkező lényt.
Oké. Okay. Hasonló ilyen lapok már voltak. Látszik, hogy ezzel mindenképpen erősíteni akarják. Kettő mana Power Word Fast. Give a minion +1/+1, restore full health at the end of this turn. Tehát +2/+2-vel felerősíti a lényt, és a kör végén még fel is gyógyítja. Oké. Okay. 6 mana, intuíció. 4-et sebez egy lénybe, és hogyha megöli, akkor egy másolatot készít róla. Oké. Okay. Frazzled Freshman. 1 mana, 1-4-es lap. És Draconic Studies, felfedezés sárkányt, és egyet csökkenti a mana költségét. Oké. Okay. 4 mana, 4-2-es. Infiltrator Linian. Stealth. Tesszető a képessége, hogy megidéz egy 4-2-es Forsaken Linian, de text random enemy. Tehát így a lelke az jó formán így ismét tud támadni. 1 mana, Secret Passage. Replace your hand with 5 cards from your deck, swap back to the next turn. Tehát 5 lapot kicserél a kezünkből egy másik lapra, ami a pakrinkban van, és a következő körbe pedig visszacseréli. Hát, oké. Okay. Egy manáért mondjuk az annyira nem tűnik rossznak, mert lehet, hogy pont olyan lapot húzzal így ki, ami segítségedre lehet. 3 mana, 1-4-es. Self-sharpening sword. After a hero attacks, gain 1 attack. Az igen. Érdekes fegyver. 4 mana, 4-4-es. Shifty Subhomer. Stat, combo. Add a card combo to your hand. Ja, spell burst, és akkor ad egy combo lapot a kezünkbe. Oké. Okay. És 3 mana, 3-3-as. Vulpera Toxblade. A fegyverünkre +2 támadást ad. Igen. És 2 manáért Plagizer. Secret lap. End of your turn, opponents. Az ellenfelünk körül végén ad egy másolatot a lapjairól, amit utána ki tudunk játszani. Aha. Shaman, Warlock és akkor Warrior, és akkor utána jönnek. Jó. Azt mondja Shaman, 3 mana, 3-3-as, Battlecry képessége, ugyebár Instructor Fireheart, elnézést, Battlecry képessége, hogy felfedez egy spellt a kezünkbe, ami egy mana költséggel egy mana költség, vagy annál többen rendelkezik. If you play this turn, repeat this effect. És ha egyből ki tudjuk játszani, akkor még egy spellt kaphatunk. 5 mana, 4-5-ös. Totem Góliát. Deathrattle képessége, hogy 4 darab alaptotemet megidéz nekünk. És overloados, tehát hogyha kijátszunk, akkor mindenképpen lelokkolja a mana kristályunkat. 2 mana, 2-3-as. Diligent Note Taker. Spellburst képessége, hogy egy spellt visszaad a kezünkbe. Az mondjuk jó. Igen. 3 mana, Molten Blast. 2-t sebez egy egységbe, és megidéz egy 1-1-es elementált. Oké. Okay. Runic Dagger, 2 mana, 1-3-as fegyver. Amikor a hősünk támad ezzel a fegyverrel, spell damage-et kap. Erre a körre.
Például a dual class-os lap ezzel nagyon jó. Mert akkor már alapból kettőt tud sebezni. 8 mana, Tidal Wave, Lifesteal-es, 3-at sebez minden egységbe. Nice. Warlock, Archwitch Willow. 9 mana, 7-7-es, megidéz egy random démonot a paklingból, vagy a kezünkből és a paklingból. Kicsit soknak tartom a 9 manát, de oké. Okay. 5 mana, 4-5-ös, Void Drinker, Taunt, Battle Cry képessége, elpusztít egy Soul Fragmentet a paklingból, és így 3-3-at kap a statjaira. 2 mana, 0-2-es, Bone Web Egg. Death Rattle képessége, hogy megidéz egy 2 darab 2-1-es pókot. Hogyha discardoljuk, akkor meg alapból aktiválódik a Death Rattle képessége. 3 mana, 3-4-es, Shadowlight Scholar. Elpusztít egy Soul Fragmentet a paklingból, és 3-at sebez. 3 mana, Skull Spirits, 2-t sebez minden egységbe, és 2 Soul Fragmentet belerak a paklingba. Felfedez egy démont, a Demonic Studies, és hát egyen olcsóbban tudjuk kijátszani, vagy a következő démon. Na, eljutottunk az utolsó klasszhoz. 9 mana, 9-9-es. Rattle Gore, Death Rattle képessége, hogy -1/-1-el visszaidézi. Tehát igazából egyszer meghal, visszajön 8-asként. Megint megöljük, visszajön 7-esként. Tehát folyamatosan vissza fog térni. Ez a lényeg ennek a lapnak. Legalábbis szerintem. 3 mana, 4-3-as, Painmaker. After you play a rush minion, summon a copy with 1 health remaining. Tehát egy rush link megidézünk, akkor egyes életerővel fog rendelkezni a másolat. Hmm. 8 mana, 6-8-as, Troublemaker. At the end of your turn, megidéz 2 3-3-as, hát ilyen martalócot, ha úgy tetszik, ilyen ruffians, ami random megtámadja az ellenfélnek a lényeit. 4 mana, 4-2-es, Reaper of Sentinels, kap egy kaszát. Spellburst képessége, hogy a mellette lévő lényeket is meg tudjuk ezzel sebezni. Az mondjuk mindig is jó volt a Warriornál. És egy mana, Athletic Studies, felfedezi egy ráslányt. És Information, 2 mana, ad 2 darab random taunt lényt a paklingba. Oké. Okay. Ezt azért kinyomjuk, hogy ne mutogassa folyamatosan, hogy kilépeget be, meg hasonló. Na és akkor jöjjenek a semleges lapok. Azért elég sok lapot láthatunk most. 1 mana, 0-4-es, Spear of Sapience. At the start of your turn, look at the top cards you can put in the bottom and lose 1 durability. Tehát meg tudjuk nézni a legfelső lapot, és berakhatjuk a legaljára a paklinnak. Hát ez nem tudom, hogy miért lenne annyira jó, de nem mindig. 5 mana, 4-4-es, Vectus, Battle Cry képessége, hogy megidéz 2
darab egy-egyes ilyen sárkány fiókát. Each gains death rattle from your minions that die this game. Amik death rattle képességeket kapnak minden egyes lény után, ami meghalt ebben a játékba. Az mondjuk érdekes. Tehát death rattle, ez mondjuk, ez nem tűnik tényleg rossznak. Na mindegy. 4 mana, 4-5-ös, Lorekeeper, Polkelt. Battlecry képessége, reorder your deck to the highest cost and the last cost card. Tehát jóformán sorrendbe rakja a lapokat a legmagasabbtól a legkisebb lapig. Vagy fordítva. És itt van a következő, 5 mana, 4-6-os, Headmaster Kel'Thuzad. Bizony. A kis igazgató. Spellbird képessége, hogyha egy spell megölte egy lényt, vagy lényeket, akkor megidézi azokat. Nice. 7 mana, 6-8-as, Keymaster Alabaster. Whenever your opponent draw a card, add a copy to your hand and cost it one. Az igen. Tehát minden egyes lap után, amit húz az ellenfelünk, kapunk egy mana költségű másolatot róla. És akkor így tudjuk, hogy milyen lapot húzott fel, és hogy mikre számítsunk. Nice. 2 mana, 2-2-es, ugyebár ezt kaptuk meg így ingyenesen. Attól függ, hogy milyen boardra rakjuk ki, úgy változik meg az alaptulajdonsága, azt hiszem lehet poisonous, stealth-es, divine shield-es, vagy hasonló. De alapvetően úgy viccesnek tűnt. 3 mana, 3-4-es, Educated Elk. Whenever your spell played, this minion remembers it. Tehát, hogyha ezt a lényt kiválasztjuk valamilyen varázslapnak, mondjuk így erősíteni, divine shield vagy hasonló, akkor megjegyzi, és hogyha megölik, akkor azokat a spelleket visszakeveri a paklingba. Nice. Paladinnál meg papnál, ez mondjuk teljesen jó. 3 mana, 1-6-os, Enchanted Cold Room, Spellburst, cast a random spell of the same cost. Az igen. Nice. Cult, Neophyte. 2 mana, 3-2-es, opponent spells cost one more to the next turn. Kellett egy ilyen lap is, ami megneveli a mana költségét az ellenfélnek. 3 mana, 2-4-es, Robes of Protection. Your minions can't be targeted by spells or hero power. Wow. Az mondjuk szép. Ilyen védekező lap. 2 mana, 1-3-as, Varkarius Reader. At the end of your turn, draw until you have 3 cards. Nice. Vannak érdekes lapok, amikkel így visszahoznak régi mechanikákat. Tehát ez a Varkarius Reader, ez például volt a Jeeves. Ő volt az, amelyik így húzott lapokat. Nekünk is, meg az ellenfélnek is, hogy legalább 3 lapunk legyen. 6 mana, 4-9-es, Onyx Mage Scribe, Spellburst ad 2 tetszőleges varázslapot a klasszunkból a kezünkbe. Oké. Kicsit lejjebb megyünk. 2 mana, 2-2-es, Wandmaker, Battlecry képessége,
egyes van a költségű lapot ad a mi kasztunknak, legalábbis így a kezünkbe. Oké. Okay. 6 mana, 6-6-os. Sucarius Substitute. Battle Cry képessége, hogy ha van egy spell damage-el rendelkező lényünk, akkor valószínűleg megidéz róla egy másolatot. 2 mana, 2-3-as. Menefeeder Panthara. Battle Cry képessége, if you use your hero power this turn, draw a card. Tehát használnunk kell a hős képességet, és akkor ő húz nekünk egy lapot. 5 mana, 4-4-es, Steward of Scrolls. Spell damage-el rendelkezik, és felfedez nekünk egy varázslapot. Oké. Okay. Tour Guide, 1 mana, 1-1-es lény. A hős képességünk 0 mana költségű lesz. Oké. Okay. 1 mana, Animated Broomstreak, Rush, Betökre képessége, minden egyes lényünknek Rush-t ad. Oké, okay. Ami kint van a csatamezőm. 1 mana, 1-1-es, Penflinger, 1-1 sebez, Spellburst képessége pedig visszakerül a paklingba. Oké. Okay. 8 mana, 8-8-as Plagued Proto Drake. Deathrattle képessége, hogy egy 7-es mana költséggel rendelkező lényt megidéz a paklingból. Nice. Hasonló volt, csak nem ilyen statokkal. 4 mana, 3-6-os Crimson Hot Head. Spellburst kap plusz egy támadást, és taumutas lesz. Oké. Okay. 0 költségű, 1-1-es deskimp, igazából képessége nincs. 5 mana, 4-6-os Lake Treasure. Also damage the minions next whoever attacks this. Tehát, hogy akit ő megtámad, a mellette lévő egységek is megkapják azt a sebzést. 4 mana, 2-5-ös, Wretched Tutor. 2 sebzést osz ki minden más egységre, hogyha kijátszottunk egy varázslapot. Smug Senior, 6 mana, 5-7-es, Taunt Deathrattle képessége, hogy ad egy szellemet Taunttal a kezünkbe, egy 5-7-est. 1 mana, 1-2-es, Imprinted Initiative, Spellburst, kapunk 2 támadó erőt. 2 mana, 3-1-es, Sneaky Delinquent. Stealth Deathrattle képessége, hogy egy 3-1-es ghostot ad a kezünkbe. 1 mana, 5-1-es Divine Rager, mert ennek kellene egy 5-1-es lap ebbe a kiegészítőbe is. 4 mana, 4-3-as Fishy Flyer. Rush Deathrattle képessége, hogy egy ghost változatot kapunk a kezünkbe, és 5 mana, 3-7-es Ogremancer. Whenever an opponent casts a spell, summon a 2-2 skeleton with taunt. Az viszont nice. És akkor itt vannak igazából a token lapok, most annyira nem akarnék úgy belemenni mindegyikbe. De... igen, ez a választható lapok, ez a rás, illetve a totemek, a minden lénynek plusz egyet adunk, illetve az átváltozós,
És a Soul Fragment az pedig így néz ki, egy ilyen kristály. Viszont most egyenlőre ennyi lett volna. Remélem, hogy értető volt. Igazából a Dual Class lapok rendben vannak. Az, hogy a többi milyen lesz, az majd igazából kiderül, hogyha játszik vele az ember, de vannak egyébként elég jó lehetőségek. De remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így volt, akkor lájkoljátok. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Legközelebb lehet, hogy lesz paklinyítós videó, de amikor ti látjátok ezt, holnapi nap már megjelenése lesz a kiegészítőnek, akkor nem valószínű, hogy ki fogom nyitni, mert megint úgy fogok járni, mint a Gwentnél. Ugyanis a Gwentnél is az volt, hogy ki akartam nyitni livestreambe, és nem tudtam, mert mindenki jóformán rá szabadult a szerverekre. Úgyhogy lehet, hogy majd kicsit később fog kijönni az a videó. De minden esetre kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek. Nem mondom, hogy milyen legendás lapokat akarok nyitni, mert sajnos nem mindig szokott bejönni. De, ahogy mondtam, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok. Ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Kommentben megírjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről a kiegészítőről. Úgyhogy a legközelebbi videóig. Sziasztok!